Üdvözlök mindenkit! Ígértem, hogy a közeljövőben fogok jelentkezni különböző témákban itt az oldalon. Mai alkalommal beszélgessünk a vidékfejlesztési program pályázatairól, hiszen talán ez a téma az, ami a legtöbb embert, illetve gazdálkodót érint. Itt a nyár elején, itt az aratást megelőzően számtalan jogcímben jelentek meg új pályázati felhívások, köszönhetően annak, hogy az Európai Uniós támogatások társfinanszírozását a magyar kormány 80%-ra fölemelte, így gyakorlatilag ebben a kettő évben annyi forrás áll rendelkezésre vidékfejlesztési pályázatokra, mint az előző öt évben összesen. Úgyhogy van lehetőség most különböző jogcímeken pályázni. Ilyenek a kertészeti gépbeszerzés, az ültetvénytelepítés, az állattartó, telepkorszerűsítési pályázat, terménytároló, terményszárításra, terményszárító építésére, felújítására vonatkozó pályázat, akkor lehet pályázni precíziós gazdálkodásra történő áttérésre, és fognak még megjelenni egyéb jogcímek is. Ezek között mind megegyezik abban, hogy gyakorlatilag az alapfeltétel a pályázaton való indulásnak az alapfeltétele mindegyik esetben ugyanaz. Ugye legalább 6000 STE gazdaságmérettel lehet részt venni a pályázaton. Ha valaki nem tudja, hogy mit jelent az STE, ez a standard termelési érték, a kamarának, az agrárkamarának a honlapján van erről egy cikk, és van ott egy kalkulátor is, majd belinkelem ide a videó alá, hogy hogyan lehet ezt a kalkulátort megtalálni. Gyakorlatilag a gazdaságunk paramétereit be kell odaírni, és kiszámolja, hogy mekkora az STE értékünk, illetve legalább 50%-os mezőgazdasági árbevétellel lehet indulni ezeken a pályázatokon. Abban is hasonlítanak ezek a pályázatok, hogy 50%-os támogatási intenzitással működnek, tehát ez a minimum, hogyha fiatal gazda valaki megfelel a feltételeknek, a fiatal gazda fogalmának, itt vigyázni kell, itt nem elég csak 40 éves kor alatti gazdálkodónak lenni, hanem a pályázati felhívások mellékleteiben fel vannak sorolva azok a feltételek, aminek meg kell felelni az, hogy valaki fiatal gazdaként pályázhasson, akkor ott megemelt támogatási intenzitás van, ők egy plusz 10%-kal többet kapnak, tehát ott 60%-os a támogatási intenzitás. Tehát ebben is minden felhívás azonos, illetve gyakorlatilag abban is, hogy milyen dokumentumokat kell hozzájuk összeszedni. Ebbe itt most részletesen nem bennék bele, igazából amit kiemelnék az az, hogy ezek a pályázati felhívások folyamatosan nyitva vannak, tehát mivel elég nagy a keret, nem kell attól félni, hogy menet közben lezárásra kerülnek, tehát mindenki, aki gondolkodik pályázati anyag összeállításában, nincsen még elkésve, nyugodtan el lehet kezdeni a pályázatot összerakni, mert folyamatos a benyújtás. Én mindenkit arra biztatok, hogy ebben az időszakban igyekezzen kihasználni ezeket a lehetőségeket, hiszen 2023 után új időszámítás kezdődik az Európai Uniós finanszírozásban is, nem biztos, hogy lesznek már ezek a visszanemtérítendő beruházási jellegű támogatások, tehát egy célszerű most kihasználni. Én a saját ügyfeleimnek azt szoktam mindenképp javasolni, hogy olyan esetben, hogyha valaki egyébként is megvalósítana különböző beruházásokat, akkor föltétlen vegye igénybe ezeket a támogatási lehetőségeket, hiszen gyakorlatilag akkor van lehetőségünk arra, hogy kivárjuk, míg a támogatási összeg megérkezik a számlánkra. Hiszen abban is egyezik minden pályázati felhívás, hogy utófinanszírozásos, tehát saját erőből kell megvalósítani a pályázatot. A saját erő az lehet, hogy a rendelkezésre álló forrás vagy hitelt is be lehet vonni ezeknek a pályázatoknak a megvalósításába, de mindenféleképpen előre meg kell vásárolni minden eszközt, gépet, szolgáltatást, és utólag lehet elszámolni vele, és majd a későbbiekben kerül vissza hozzánk az 50%-os vagy 60%-os támogatási összeg. Abban is megegyeznek ezek a pályázati felhívások, hogy gyakorlatilag a pályázat elkészítésétől kezdve azért ez egy viszonylag hosszú folyamat, míg az ember a támogatáshoz hozzájut. Tehát aki még nem pályázott ilyen jellegű
pályázatokon, ott minden esetben érdemes azt tudni, hogy onnantól, hogy a támogatási kérelem benyújtásra kerül, az, hogy elbírálják a döntést, az legalább egy jó fél év, mire valaki támogatói okirathoz jut. Onnantól kezdve 2 éve van arra, hogy megvalósítsa ezeket a beruházásokat, és amikor az utolsó tétellel is elszámolt, és beadja a záró kifizetési kérelmét, amit elbírálnak, jóváhagynak jellemzően a hiánypótlásokkal együtt, 1-2 hónaptól ez akár fél év is lehet, amíg elbírálják a kifizetési kérelmeket, de minden esetre azért most már javuló tendencia van, tehát a záró kifizetési kérelmeket viszonylag gyorsan el szokták bírálni, és onnan indul gyakorlatilag, hogy megkapta az utolsó támogatási összeget is az ügyfél, onnan indul neki az 5 éves fenntartási időszaka. Tehát ez is minden beruházási támogatásnál így működik. Tehát ezzel érdemes kalkulálni, hogy a megvalósítástól függően igaz, hogy lehet több lépcsőben elszámolni, tehát hogyha több mindent vásárolunk, akkor lehet több kifizetési kérelmet is beadni, de azért legalább a támogatási kérelem benyújtásától 1 év azért eltelik, mire valaki a támogatását visszakapja. Tehát azért likviditásban érdemes ezzel számolni, hogy hogyan lehet úgy megvalósítani a pályázatokat, hogy ez problémát ne okozzon. Viszont nagyon sok pályázatban, a kertészeti gép pályázatban, állattartó telep korszerűsítési pályázatban, precíziós gazdálkodásra történő áttérési pályázatban lehet jelen pillanatban erőgépeket vásárolni, amire nem volt példa azért az elmúlt időszakban, tehát ez egy rendkívüli lehetőség, és nem is valószínű, hogy a közeljövőben ez napirendre fog kerülni, tehát érdemes azoknak, akik gondolkodnak erőgép vásárlásában, most lépni. Nagyon fontos azonban, hogy hogyan választunk pályázatírót. Rengetegen vannak most a piacon, akik pályázatokat írnak. Nagyon körültekintően kell választani, mindenkit arra intek, hogy elsősorban ajánlás alapján válasszon pályázatírót, mert nagyon sok buktatója van ezeknek a pályázatoknak. Egyrészt érdemes szétnézni a piacon, hogy mi az átlagos piaci ár a pályázatírásban, hogy gyakorlatilag azért ne egy nagyon elrugaszkodott árért kelljen megíratnunk ezt a pályázatot, és nagyon fontos, hogy mindenképp olyan pályázatíróval szerződjünk, az is fontos, hogy szerződjünk, tehát legyen szerződéses jogviszony, aki egyrészt rendelkezik valamilyen jellegű biztosítással, rendelkezik már referenciával, és végigkíséri a teljes pályázatunkat, tehát nem csak a támogatási kérelem benyújtásáig működik velünk együtt, mert egy pályázatnak nem akkor van vége, amikor a támogatási kérelemre a támogatói okirat megérkezik, és a gazda megtudja, hogy nyer, hanem akkor van vége, amikor a gazda az utolsó támogatási összegét is megkapja. Tehát egy olyan pályázatíróval érdemes dolgoztatni, aki teljesen végigkíséri az egész pályázatot, segít elkészíteni a kifizetési kérelmeket, összeállítja a dokumentációt, adott esetben még a helyszíni ellenőrzéseken is részt vesz és képviseli a gazdálkodót. Tehát ebben minden esetben érdemes körültekintően eljárni. Annak ellenére, hogy sokan vannak a piacon, azért sok olyan is, olyat is hallani, hogy nem megfelelően dolgoznak a pályázatírók, tehát ezért érdemes, hogyha volt már olyan ismerősünk, rokonunk, bárki, aki már pályázott ilyen vidékfejlesztési programban, meghirdetett pályázatokon, az ő ajánlása alapján választani. Ezek a pályázati felhívások várhatóan egyébként a jövő évben is nyitva lesznek, tehát érdemes arra is készülni, hogyha valaki a következő évben szeretne pályázni, akkor arra is lesz lehetősége. Mérjék föl az anyagi helyzetüket, a terveiket, hogy milyen rövid és középtávú célokat szeretnének megvalósítani, és ez alapján állítsák össze a fejlesztési elképzeléseiket. A mostani agrár piaci helyzet azért gyorsan reagált ezekre a pályázati felhívásokra. Sajnálatos módon sok gépkereskedőtől érkezik hozzánk a visszajelzés azzal kapcsolatban, hogy amint kiderült, hogy lesznek pályázati felhívások, a gépárakat jelentősen megemelték, tehát arra is érdemes odafigyelni, hogy tényleg ezeket a gépeket, amiket szeretnénk megvásárolni, olyan helyről vásároljuk meg, akik azért tisztességes piaci magatartást mutatnak.
Természetesen, hogyha konkrét kérdése van valakinek a pályázati felhívásokkal kapcsolatban, akkor ezt nyugodtan felteheti hozzászólás formájában. Igyekszem majd válaszolni erre, és tovább fogjuk folytatni ezt a sorozatot. A holnapi nap folyamán a tervek szerint az újra meghirdetésre kerülő AKG és ÖKO felhívásokkal kapcsolatban fogok egy figyelemfelkeltő tájékoztatást adni, hogy hogyan érdemes erre felkészülni, és milyen teendők vannak már most annak érdekében, hogy valaki sikeresen tudjon majd pályázni. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek jó pályázást kívánok!